Szia Attila, mindenki úgy ismer téged a városban, mint a Bajai Fiatalok Színházának a vezetője és rendezője. Mesélj kicsit magadról, hogy hogyan mutatkoznál be még, mi az, amiről még jobban meg tudnak ismerni téged. Az ilyen kérdéstől mindig félek. Hát nézd, 78-ban születtem itt Baján, tehát én Tőzsdükres bajai vagyok, és én meg is szerettem ezt a várost nagyon már gyerekkoromban, és nem is nagyon szeretnék innen elmenni. Így aztán adta magát a dolog, hogy én itt valósítsam meg önmagamat, bár ez nem volt ilyen egyértelmű, vagy ilyen nagyon határozott elképzelés. Olyannyira nem, hogy én középiskolásként még fogorvos akartam lenni, aztán egy-két év múlva jött az, hogy nem, mégsem, aztán bekúszott a színház az életembe, és akkor így kikötöttem először a drámapedagógiánál, aztán így szépen így a rendezésnél. Hogy indult az egész karrier itt a Bajai Fiatalok Színházánál? Mekkora volt, amikor elindítottad? Nyilván nem vetted át senkitől, ha jól tudom, hanem te kezdted el ezt az egészet, és te harcoltad végig ezt a sok-sok évet. Pontosan hány évről is beszélünk? Nemrég volt a jubileum, ha jól tudom. Ja. Hát most a 22. évadunk volt idén. Szoktam mondani, először azt meséltem mindenkinek, hogy egy véletlen folytán, aztán később, amikor kicsit idősebb és bölcsebb lettem, akkor azt mondtam, hogy véletlenek nincsenek az ember életében. Végzős voltam a Bélában, amikor így néhányan összeálltunk énekelni. Akkor már elkezdtek divatossá válni ezek a musicalek, egész pontosan valahol Európában volt az első, amivel mi így megismerkedtünk, és aztán egy jól sikerült gólyabáli műsor indította el a csapatnak a történetét. Igazából akkor tényleg nem úgy indult az egész, hogy ebből egy ilyen 20-pár évig tartó, vagy reméljük még tovább tartó társulat lesz, hanem csak szerettük volna végzősként megmutatni magunkat. Aztán annyira jól sikerült, hogy akik ott maradtak a gimnáziumon alsóbb évesek, azok folytatásért kiáltottak, és aztán így szépen lassan azt vettem észre, hogy ez így elég komoly dologgá növi ki magát, aztán városi csapat lett belőle, és akkor tényleg így, ahogy te mondtad, hogy végigharcoltuk az évek folyamán azt, hogy azokká válhattunk, akik ma vagyunk. Igen, és azért fontos megemlíteni, hogy mondjuk például a legutolsó előadás, ami most volt a Dzsungelkönyve, azért elég sok előadást ért meg már, és még fog is egy jó párat ahhoz képest, hogy mondjuk a valahol Európában azt hiszem csak egy előadásotok volt, vagy? Nem. Hát ez úgy szokott itt menni, hogy azt figyeltük meg, hogy főleg az ilyen zenés, meg népszerű, esetleg vidám darabok, azok, hát azok egy 10-15 előadást megérnek. A legtöbbet játszott darabunk az a Légy jó, mint halálig, illetve a József és a színes széles vásznú álomkabát volt, de a Dzsungelkönyve szerintem méltán fog majd szintén ilyen sorsra jutni. Mi volt szerinted a legnehezebb pillanat abban, hogy a Bajai Fiatalok Színházát létrehoztad és fenntartod? Én inkább ezt úgy mondanám, hogy a folyamatban mindig vannak nehéz dolgok, hiszen itt a csapat folyamatosan változik. Tehát oké, vannak állandó tagok, így a felnőttek között, meg a stábban is, de minden évben új diákok jönnek a színi stúdiósaink közé, és hát soha nem lehet tudni, milyen lesz az összetétel. Így aztán azért voltak mindig mély völgyek is a csapat életében, meg voltak magas pontok is, és ez mindig ilyen hullámzó, de ettől szép. Tehát nekünk mindig abból kell kihozni a maximumot, ami éppen rendelkezésünkre áll. Azt pontosan tudom, hogy maximalista vagy, mert azért mert ismerjük egymást annyira, viszont azt az információt kaptam, hogy nem is adod oda túl sokszor a stafétabotot másnak adott feladatokban, hanem szeretsz mindent te magad csinálni. Ez valóban így volt a kezdetekben, aztán rájöttem, hogy így nem lehet, mert egyrészt, hogy az embernek ugye 24 órából áll a napja, plusz az éjszaka, de azért az energiákat jól be kell osztani. Inkább azt mondom, hogy én talán úgy tudok jó vezetővé válni, és azért mondom így ilyen folyamatában a dolgot, mert soha nincs kész az ember, én nem mondhatom azt, hogy én már kész, és már egy jó csapatvezető vagyok, hiszen ezt tanulom egyfolytában. Tehát, hogy az a cél, hogy olyan embereket találjak magam mellé, akikre rá lehet bízni különböző feladatokat, akár a háttérstábban, tehát akár technikai oldalon, akár díszlettervezés, jelmeztervezés és kivitelezés, koreográfia, tehát én abszolút nem úgy működik ez most már, hogy én szeretnék mindent csinálni, nem is bírnám. Mert hát az ember öregszik, ugye aztán csak szeretné magát is megkímélni attól, hogy tényleg nap 24 órájában ezt csinálja, de én azt gondolom, hogy én nagyon büszke lehetek arra, hogy egy tök jó csapat áll mögöttem, nagyon jó vezetőkkel, és mindenki tudja, hogy mi a dolga. És hát persze az én kezembe futnak össze a szálak, de bátran kimerek adni most már olyan dolgokat, amikhez egyrészt nem is értek, másrészt pedig azt gondolom, hogy erre sokkal megfelelőbb emberek vannak itt a csapatban. Visszatekintve, gondolod úgy esetleg, hogy valamit másként tennél a Bajai Fiatalokkal kapcsolatban?
Ezt is ugye az évek alatt tanultam meg, hogy ne tekintsek így vissza, tehát hogy ne bánjam meg, hogyha valami nem úgy sikerült, hanem abból vonjam le a tanulságokat, és építkezzek belőle, és haladjak tovább. Volt már olyan, hogy valami darabot elővettünk újra, és azt újra rendeztem. Azt gondoltam, hogy sokkal jobb lesz, már bölcsebb vagyok, tapasztaltabb vagyok, és valahogy mégsem lett jobb. Más lett, esetleg voltak benne olyan dolgok, amik jobban tetszettek, de úgy összegészében nem lett jobb, mint az, amit mondjuk előtte 10 évvel csináltam. Mi alapján választott ki a darabokat? Hú, ez nagyon sok fajta helyről táplálkozhat. Nekem is nyilván vannak elképzeléseim, meg kapunk a közönség részéről is így igényeket, hogy mit szeretnének látni, vagy a csapaton belül adnak ötleteket a többiek. De aztán a legfőbb a választásban az mindig az adott évben az, hogy milyen csapattal, milyen emberekkel dolgozom, milyenek a diákok esetleg, akiket belevonunk az aktuális darabba, hiszen az öngyilkosság lenne, hogyha olyan darabot szeretnék csinálni. Például most mondok egy példát, ha egy bánkban szeretnék rendezni, egy operát, itt nincsen olyan ember, akikkel operát lehetne csinálni. Tehát akkor azt én hiába az az álmom egyszer, hogy azt csináljuk, egyébként nem, hanem tényleg olyan darabokat kell színpadra állítani, amihez az emberanyag megvan. Mennyire viselnéd jól, hogyha nem láthatnád a saját előadásodat, hanem ugye sokszor a takarás mögött vagy, ott is csak figyelheted esetleg néha-néha, de hogyha egyáltalán nem láthatnád mondjuk csak a végén? Mármint, hogy a saját magam általam rendezett. De képzeld el, hogy volt már erre példa. Tehát volt olyan, amikor színművészetére jártam fönt Pesten, és akkor pont úgy jött össze a hétvége, hogy akkor én fönt voltam iskolában, és nem voltam itt az előadásokon. És hát, hogy milyen érzés volt? Egyfolytában itt volt az eszem, vártam a telefont, hogy szóljanak a többiek, hogy igen, lement, rendben ment, oké. Nyilván szoktam asszisztensekkel dolgozni, és ők olyan emberek szoktak lenni, úgy választom ki őket, hogy megbízom bennük, tehát ők tudják, hogy hogyan kell végigvinni. Meg hát igazából az eladásnál nekem már nagyon beleszólásom, meg bele nyúlhatnékom nincsen, mert akkor már ez egy készprodukció. Ettől függetlenül nem volt az egy egyszerű érzés, hogy nem voltam itt. Általában azért persze így szoktam lenni. Mennyire megy könnyen a szövegtanulás? Nekem azzal nem szoktak problémáim lenni. Még ezt meg szokták kérdezni, hogy főleg amikor az ember még egy főszerepet játszik, és sok a szövege. Én azt mondom, hogy ez úgy működik, hogy otthon az ember olyan 60-70%-osan megtanulja, és a többit pedig a próbán. Ugye a szituációhoz, partnerekhez kötve, ugye ott van, aki végszavazzon az embernek. De szerintem, hogyha bárkit a szakmában megkérdezel, az ezt fogja mondani, hogy nem otthon tanuljuk meg az egészet, hiszen az más, hogy az ember otthon ágyban feküdve vagy fotelben ülve szöveget tanul. Én hála is nekem még most is a szöveg az gyorsan bemegy a fejembe. Mivel maximalista vagy, hogy szoktál felkészülni a fő próba hétre? Hát arra először is mentálisan szoktam fölkészülni, mert tudom, hogy az egy őrültek háza. Tudom, hogy ott arról szól a dolog, hogy nagyon kevés időnk van, hogy szorít a határidő, hogy be kell osztani azt a néhány napot, amit itt a színházban tölthetünk, hiszen csak akkor költözik be a társulat, meg a díszlet, a technika, az egész produkció a végleges helyszínre. Tehát akkor nagyon okosan kell beosztani, tehát inkább fejben kell rá fölkészülni. Aztán mondanám azt, hogy próbálunk minél többet aludni, hogy kipihentek legyünk, de ez úgyse működik. Egyébként pedig most már azért így a 22 év tapasztalatával azt tudom mondani, hogy rutin az kialakul az emberben. Mondjuk nincsen két egyforma főpróba hét, nyilván, mint ahogy két egyforma produkció sincsen, de valahogy a rutinnal már túl lehet élni. Mennyire vagy nyugodt ezen az utolsó héten? Szoktál káromkodni? Nem, én soha nem szoktam káromkodni, nagyon jól nevelt vagyok. Hát figyelj, a színház egyébként is egy olyan hely, ahol azért érzelmek, indulatok sokkal jobban elszabadulnak. Tehát itt van olyan, amikor egymásra csapjuk az ajtót, a főpróba héten főleg elküldi az ember egymást oda, ahova nem szívesen indulna, de azért itt mindenki tudja azt, hogy egy cél lebeg a szemünk előtt, hogy a produkció megszülessen. És ilyenkor nincsen helye megsértődésnek. Lehet rosszul esik valami, lehet, hogy összeveszünk esetleg. Bár volt olyan főpróba hét is, amikor egy hangos szó nem hangzott el, és olyankor például hozzám oda jöttek, hogy úristen, baj van? Tehát, hogy miért nem kiabálsz? Ez így nagyon rossz.
Ilyen is van. Akkor már hiányzik nekik. Sok fiatal jár a színi stúdióba, sok gyerek. Mennyire tudsz rájuk figyelni emellett a rengeteg munka mellett, meg tényleg a maximalitásod mellett, hogy a hétköznapokban is tudsz nekik segíteni esetleg, hogy fordulnak hozzád segítséggel? Hát most ez olyannyira így működik, hogy ugye mi a színház mellett a színi stúdiósokkal is foglalkozunk, és ez hétfőtől péntekig minden nap találkozunk velük. Nekem az életem így kettő részből is áll egyébként, tehát egyrészt a színház, másrészt a tanítás, a színi stúdiósokkal való drámajáték, beszédtechnika, színészmesterség, és hála Istennek egy olyan kapcsolat alakul ki így közöttünk, és még a kollégáim, akik velem együtt dolgoznak, közöttük is, tehát a gyerekek is köztük is, ami egy egészen más típusú tanárdiák viszony, mint az iskolában. Ez egy sokkal kötetlenebb, egy sokkal felszabadultabb, hiszen itt ők azért jönnek, mert egy cél összefogja őket, ez az a színház szeretete, vagy az ének, a tánc, a színjátszás szeretete, és sokkal közelebb is tudunk kerülni hozzájuk. Itt talán egy kicsikét nagyobb felelősség is van rajtunk, mert mondjuk olyan hétköznapi dolgokkal, problémákkal, amivel mondjuk nem keresik meg a úgymond iskolai tanáraikat, minket lehet, hogy megtalálnak. Meg azért mi sokkal többet beszélgetünk velük. Ez egy egészen másfajta kötődés. Így aztán ez egyrészt egy jó érzés, másrészt egy nagyon nagy felelősség. Mert volt már arra példa, hogy élethelyzetekre, problémákra nekünk kellett. Nem kellett, de segítettünk megtalálni a megoldást. És lehetünk arra is büszkék, hogy ugye sok mindenkit kineveltél, és nagyon sokan az ország több pontjában vannak, és játszanak, énekelnek. Mesélj erről egy kicsit. Én azt gondolom, hogy ez hozza magával, ez az egész történet, hogy így azért 22 év alatt azért a nagy számok törvénye értelmében csak voltak olyan fiatalok, akik ezt a pályát választották, tehát hogy a színház területén helyezkedtek el, akár énekesként, akár táncosként, akár színészként, és tényleg büszkék is vagyunk rá, és nem csak én, hanem mindenki, aki itt együtt foglalkozott velem ezekkel a tehetséges gyerkőcökkel. Igen, most már vannak táncosaink, az Operettszínházban többen is, színészként is dolgoznak, Madách Színház, Operett Színház több helyen, és hát olyan énekeseink is vannak, akik így nagyon megállták, vagy megtalálták a helyüket az életben, és akár szólistaként, akár valamelyik nagy nevű előadó mellett énekelve a mai napig fellépnek színpadokon. De nem csak őket említeném meg, hanem azokat is, akik a háttérben dolgoztak. Tehát nagyon sok technikusunk van például, akik itt ebben a színházban kezdték el a tevékenységet, és annyira megtetszett ez nekik, hogy aztán ezt választották hivatásul. Az évben melyik a kedvenc pillanatod? Hú, ez nagyon nehéz kérdés, mert több is van. Ugye nálunk az évad az mindig szeptembertől egészen júniusig tart. Nekem izgalmas az évkezdés, vagy évadkezdés, amikor jönnek az ifjú vállalkozók, a jelentkezők, akár a színi stúdióba, akár a háttérstábba, őket megismerni. Aztán, amikor elkezdünk egy darabot próbálni, az első olvasó próba, egyik elég izgalmasabb. A főpróba hét. Minden pillanatát, minden nyűgével együtt nagyon szeretem. Aztán, amikor lemegy egy előadás, és a függöny legördül, és azok a pillanatok, amik itt a függöny mögött állunk, a közönség az élményekkel megy haza, mi pedig itt állunk az élményekkel tele, hogy milyen volt az adott előadás. De az évad végi záró bankett, a színházi bál, ami most már 3 éve megrendezésre kerül itt a mi alapítványunk jó voltából a városban. Tehát, hogy annyi jó pillanat van, hogy én ezeket szeretem itt sorba megélni. És most már tényleg ebben is van egy ilyen rutin, hogy tudjuk, hogy hogyan indul az egész, milyen folyamatok mennek végig ebben a 10 hónapban, és én szeretem kiélvezni az összes ilyen pillanatot. Mennyire tervezel előre? Általában ilyen 1-2 évre mindenképpen, valamikor jobban is, de a következő évadot azt nagyon pontosan látni kell már ilyen május-június környékén, hiszen ugye itt le kell foglalni a helyszíneket, egyeztetni kell a színészekkel, hiszen itt azért nagyon sok helyről jönnek hozzánk, tehát nem csak a saját embereink esetleg, akik mondjuk nem Baján élnek, hanem vidéken, Szegeden, Pesten, különböző városokban, meg hát mindig vannak vendégművészeink, akik tényleg ugye színházban dolgoznak, és velük azért nagyon időben le kell egyeztetni. Aztán a darabokat tekintve meg van egy ilyen kis listám, amit tudom, hogy miket szeretnék majd esetleg valamikor megcsinálni, és akkor ezt így előre kell látni, akár 1-2 évre.
Szerinted, hogyha lenne mondjuk egy tanítványod 10-20 év múlva, aki szeretné továbbvinni a Bajai Fiatalok Színházát, vagy segíteni neked és melletted megtanulni mindent, mennyire engednéd ezt neki, vagy mennyire segítenéd őt, vagy inkább azt javasolnád, hogy szeretnéd te végvinni ezt, ameddig lehet? Hát az nem is kérdés, hogy engedném, hát én nagyon szeretném, hogyha lenne valaki, aki egyszer csak majd átveszi, hiszen én azt látom, így ismerek nagyon sok hozzánk hasonló csapatot, akár olyat, akik már nem működnek, vagy még velünk párhuzamosan működnek így az ország területén, és azért ez úgy működik, hogy kell mindig egy vezető, aki összefogja, tehát ha ilyen nincs, mint például nálunk én, akkor ez megszűnik egy idő után. Tehát én nagyon örülnék, hogyha lenne olyan, aki ezt így mellettem betanulja. Kérdésed benne volt az, hogy meddig szeretném, ameddig csak lehet, persze, hát én szeretném, ha nem is a színpadon, de a háttérben mindenképpen. Mert azért az ember azt érezze meg, hogy mikor nem kell már színpadra mennie, én azt mondom. Persze azt is, hogy mikor nem kell már a színpad mögött sem tevékenykednie, mert azért nyilván meg lehet fáradni, vagy bele lehet fáradni, vagy ki lehet öregedni ebből a szakmából is, mint bármelyik másikból. De az nagyon fontos, hogy legyen utánpótlás. Mindig. Mit gondolsz, hogy a bajaiak színház kultúrája mennyire fejlődött mondjuk általatok? Én azt látom, hogy egyrészt van egy törzs közönségünk, akik ugye megismertek minket ugye az elmúlt két évtizedben, és rendszeresen járnak az előadásainkra, de egyébként is a bajai közönségről azt el lehet mondani, hogy elég színház szerető közönség. Mondjuk el vannak kényeztetve olyan szempontból, hogy nagyon sok előadás érkezik is a városba, ugye nyaranta szabadtéri előadások is vannak, mi is egy évadban 3-4-5, attól függ mennyi a kapacitásunk, új produkciónk van, meg aztán hozunk is át az előző évadról is mindig olyan darabokat, amik sikeresek voltak, de hát ide a színházterembe is nagyon sok társulat érkezik. Természetesen hát azért lehet itt válogatni, kinek mi a kedvence, milyen műfajokat szeret, mit szeret megnézni, de én azt gondolom, hogy a bajai közönség egy nagyon jó színházi közönség. Nekünk pedig az a dolgunk egyébként ugye ezzel kapcsolatban, hogy azért neveljük is őket. Tehát nem mindig csak a habkönnyű darabokat, nem mindig csak a musicalt játsszuk, hanem mutassunk be veretesebb darabokat is. Mint ebben az évadban volt például az Egy asszony illata, nem, bocsánat, az előző évadban, előző előtt évadban volt, de az is egy nagyon súlyos mondani valójú előadás volt, ez egy őrült naplója volt ebben az évadban, vagy akár a Portugál, ami ugyan tragikomédia, tehát hogy azért valamennyire vicces is, meg lehet rajta nevetni, de közben meg egy nagyon súlyos társadalmi problémát feszeget. Mit mondanál azoknak, akik egyébként nem színházrajongók, és annyira nem színházasok a városban, de jó lenne, hogyha eljönnének, és mondjuk esetleg nyitottak lennének rá, de még billeg a mérleg? Ezzel kapcsolatban van egy személyes tapasztalatom. Én 11-eseket tanítok bent a 3. Béla gimnáziumban dráma órákon, és őket szoktam a felé terelgetni, hogy azért csak meg lehet nézni néha egy-egy színdarabot, és akkor van olyan, hogy behozom őket próbára, vagy viszek nekik előadásfelvételt, és akkor azt megnézzük, és akkor rácsodálkoznak, hogy ja, hát ez tényleg, ez jó, hát ez úgy tényleg ez úgy tetszik. És volt már olyan, aki próbára bejött a színházba, ugye a főpróba héten behoztam őket, és aztán mondták, hogy na jó, akkor most eljövünk, megnézzük az előadást. Tehát én azt gondolom, hogy nevelhető és tanítható, és ott kell elkezdeni, tehát diákkorban, akár általános iskoláskorban is, aztán középiskoláskorban nagyon fontos, hogy mutassuk meg nekik, hogy ez nem olyan, hogy na, ez egy poros valami, hogy akkor itt most be kell ülni, és akkor feszengeni kell a nézőtéren, meg jaj, most itt miről van szó, meg mit csinálnak ezek a színpadon, hanem vannak olyan darabok, amiket meg lehet úgy valósítani, meg lehet úgy rendezni, hogy közel álljon hozzájuk. Hogyha már a nézők, akkor mi volt a legbosszantóbb, amit egy néző tett mondjuk, amikor fent voltál a színpadon? Volt ilyen? Hát a nézőközönség, igen, hogyha így lehet fogalmazni, akkor hát ők egy külön kasztot képviselnek, amikor bent vannak a színházban, tehát hogy az emberek egész másképp tudnak viselkedni esetleg, mint ugye a való életben. Lehet, hogy pont ezért is, mert ez egy nagyon zárt tér, és azt gondolják, hogy hát itt más szabályok érvényesek, és ez így is van, csak ők lehet, hogy félreértelmezik ezt. Igen, vannak bosszantó dolgok, tehát az a
legáltalánosabb, hogy a mobiltelefon megszólal, és hát ezt tudjuk, hogy ez a mai világhoz hozzátartozik, de nekünk meg az a dolgunk, hogy neveljük őket arra, hogy azon a telefonon van egy lenémító gomb, és akkor tartozzon már hozzá a mai világhoz az is, hogy akkor lenémítom a telefonomat, amikor beülök nézni egy előadást, ja, és ne vegyem elő, és nyomogassam, mert azt otthon is lehet. Aztán ilyen apróságok, hogy hát a nézőtéren azért ne együnk, főleg ne zörgős zacskóból, mert az bizony zavarja a nézőket. Egy összeállítást olvastam nemrég erről, hogy hogyan neveljük a közönséget, és ebben minden pontnál ott volt az, hogy ne felejtsük el, hogy amennyire a nézők érzékelik a színészt a színpadon, ez fordítva is így van, tehát a színész is érzékeli a nézőt a nézőtéren, mert itt oda-visszaható energiák vannak. Tehát, hogyha ők olyat tesznek, ami zavarja, egyrészt a többi nézőt, az a színészt is bizony zavarja. Tehát, hogy viselkedjünk mi itt a színpadon, ők pedig a nézőtéren. Esetleg valaha ez kizökkentett téged, vagy a színészeidet? Érdekes, erről szoktunk beszélni a többiekkel. Nyilván érzékeljük, hogyha van ilyen. Mint ahogy azt is érzékeli a színész, hogyha tapsol, vagy nevet a közönség, vagy hogyha mondjuk influenzás időszak van, és többet tüsszögnek, többet köhögnek. De meg kell tanulnunk nem észrevenni, vagy nem kizökkenni ezáltal az előadásból. Éppen az Egy őrült naplójánál volt ilyen, és ezt ugye a főszerepet játszó Balázsa is Tomi mesélte, hogy az egyik előadásnál az egyik néző hát nagyon betegen jött el az előadásra, és ilyen 3 percenként vagy köhögött, vagy tüsszögött, és egy idő után neki az agya elkezdett ráállni arra, hogy akkor beszéljem, vagy akkor szünetet tartsna a szövegben, amikor az adott néző köhög, de hát ez képtelenség, tehát ez kizökkenti az embert. És volt, amikor ugye te impróztál esetleg, mert ugye maximálisan felkészülsz, de biztos van olyan, hogy impróztál. Mi volt a legélménydúsabb improvizációd? Fú, ilyen rengeteg van. Igen, ez olyan, amikor jön a kék halál, ahogy mi szoktuk hívni, és ugye elborul az ember szem előtt minden. Ilyenkor egyébként ugye az agyunk elkezd úgy működni, hogy nyilván az ember nagyon gyorsan szeretné kihúzni magát a csávából. Ilyenkor az improvizáció, csak az meg azért veszélyes, mert megzavarjuk vele a többieket. Hiszen ők meg ugye arra számítanak, hogy te tudod a szövegedet, és nem fogsz belőle kizökkenni. Nekem a legutóbbi ilyen, amire emlékszem, talán a Holdköltők társaságában, ahol tényleg nagyon sok monológom volt, meg hosszú és elég nehéz szövegem volt, ott volt olyan, hogy ilyen pillanatra elfelejtettem, hogy hogyan is megy tovább, és hát ott ugye én voltam a Mr. Keating, az irodalomtanár, és néztem a srácokra ott a jelenetben, és igazából, most ez lehet, hogy ilyen érdekesen fog hangozni, de belenéztem a szemükbe, és egyszer csak abból jutott eszembe, hogy hogyan kell tovább menni, mert hogy úgy nézett rám az egyik szereplő, ahogy egyébként a szituációban rám néz, és én abból a pillantásból vissza tudtam zökkenni. És mondom, ilyenekből lehet táplálkozni, vagy az embernek bekapcsol az agya is, és eszébe jut egy szó, és akkor abból már tovább megy, de inkább jobb, ha minél kevesebb ilyet élünk át, de nincs olyan, hogy egy színész ne ilyen át ilyet a színpadon, ez mindig előfordul, vagy hát mindenkivel előfordulhat ilyen. Hogy kezeled, hogyha egy tanítványod ilyet csinál? Miután tudom, hogy ez milyen érzés, ezért abszolút nem úgy, hogy akkor most mit csináltál a színpadon, meg hát na, ezt most jól elrontottad, és most lehúztad az egész előadást. Ilyen nem abszolút emberi módon kell ezt kezelni. Inkább azt szoktam mondani, hogy figyelj, kijöttél belőle, segítettek a többiek, mert hogy egyébként ilyenkor hihetetlenül segítenek a többiek. Tehát tényleg ilyenkor annyira össze, így pillanat alatt így összerázódik a csapat, még jobban, mint egyébként össze vannak rázódva, és tovább kell menni. És nyilván azt mondom nekik, mert általában egyébként ők sokkal jobban kiborulnak ettől, főleg, hogyha még nagyon fiatalok és rutintalanok, és ilyenkor inkább azt kell nekik mondani, hogy oké, jó, túl vagy rajta, megtapasztaltad, tovább mentél, ennyi.